Így néz ki a három csoportszobás új nagy dobosi bölcsőde. Az épület 36 gyermeket képes befogadni, így megkönnyítve a szülőknek a munkába járást és a visszatérést a munkavilágába. Az új korszerű épületben a szociális helységek, játékraktár, tálalókonyha és mosókonyha mellett egy a modern kor elvárásainak teljes mértékben megfelelő csoportszoba és játszó udvar is épült, korcsoportoknak megfelelő udvari eszközökkel. Egy három csoportszobás bölcsödéről van szó, ami azt jelenti, hogy 36 gyereket képes fogadni, ezáltal megkönnyíteni a szülőknek akár csak a munkába járás vagy az elhelyezkedést, hiszen én emlékszem még arra, hogy igaz, hogy nekem kevesebb, de az öcsémre még Bözsi mama vigyázott annak idején, mert nem volt bölcsöde. Tehát akkor még nem voltak ilyen lehetőségeink, de mivel édesanyámnak munkába kellett állni, így meg kellett oldani ezt is. És azt gondolom, hogy meg is lett oldva. Maga az épület egyébként a Magyarország kormánya jóvoltából topos forrásból térségi operatív program keretein belül valósult meg. 496 millió forintból <coughs> lett teljesen kész. És azt gondolom, hogy a település egyik díszére fog szolgálni. Vitályos Eszter a rendezvényen beszédében elmondta, 2010-hez képest megduplázódott a bölcsödei férőhelyek száma. Áprilisi adatok szerint a bölcsödei ellátást biztosító elérhető férőhelyek száma meghaladta 65 ezret az országban, ami azt jelenti, hogy az elmúlt egy évben közel 5000 új bölcsödei férőhely jött létre. A bölcsödei ellátást biztosító férőhelyek száma 2010-hez képest mintegy megduplázódott. Az intézmények és a szolgáltatások száma amelyek biztosítják a bölcsödei ellátást több mint négyszeresére nőtt az országban. A három év alatti gyermekek több mint 23%-a számára elérhető a bölcsődei ellátás valamelyik formája Magyarországon. Ez az eddigi legmagasabb arányszám. 2010-ben 11% volt, 11 számára volt ez elérhető. Az országos lefedettség is folyamatosan javul, 2024 áprilisában már több mint 1150, azaz minden harmadik településen biztosított a bölcsödei ellátás. Ez 2010-hez képest három és félszer annyi települést jelent. A kormány szóvivő az átadón elmondta, jelenleg is folyamatos a kapacitás bővítés és fejlesztés a bölcsödei férőhelyek számát tekintve, hiszen több ezer férőhely bővítése zajlik az országban. Vitályos Eszter a bölcsödei szakemberek és az itt foglalkoztatottak bérezésével kapcsolatban hozzátette. 2010-hez képest négyszeresére emelkedett a fizetésük, és bár ezen a területen még sok a feladata, a kormány nagy energiási folytatja ezt a Ha végignézünk itt nagydobos településen, szembe a templom, mellettünk a hivatal, itt a bölcsőde, ebben az öt évben több mint jóval több mint egy milliárd forintos támogatást kapott ez a település amire esély nem lett volna a 2010 előtti időszakban. Nagy doboson az egyházi méltóságok megáldották az épületet, majd a résztvevők szalagátvágással nyitották meg az új bölcsödét.